sok szeretettel köszöntök újra mindenkit saját előadásom előtt. Ahogy a programban láthattátok, de nem adtam ki, figyelem kialakításáról, illetve a fókusznak a szerepéről szeretnék itt egy átkörülően másfél órában előadni nektek. Gyakorlati vonatkozású lesz főként az előadás. Az nagyon fontos, sokszor elmondom, amikor én előadást tartok, hogy semmiképp sem higgyétek el feltétlenül minden szavamat, ezt mindig tovább kell gondolni. Én arról tudok előadást tartani, amit én tapasztaltam az elmúlt 15-16 évben, amióta a röplabda edzői pályára léptem. Nagyon sok gondolatot éreztem bennem, boró előadásra is lehet, hogy időnként vissza-vissza utalok majd rá, de nem fogok tudni természetesen mindent lereagálni. Először is szeretnék kérni egy hatalmas kapcsot a segítőimnek, hogy ezzel is kialakítsuk a pozitív környezetet a számukra. Ők fognak a segítségemre lenni. Nem ismerjük egymást, ami most jelen esetben nem baj, tehát a gyakorlatoknál ez majd lehet, hogy olyan szituációkat kreál majd, amit lehet, hogy a sajátjaimmal már nem tudnék előidézni, hiszen többször csináltuk már velük. Sajátjaimmal, egykori sajátjaimmal, mert jelenleg már nem vagyok aktív egy pár hónapja, és akkor itt egy kicsit visszautalnék arra, hogy mi az eredményesség vagy mutatója, hiába fejlődik egy csapat mondjuk mérkőzésről mérkőzésre, nyitásfogadásban, vagy ütés hatékonyságban, egy NB1-es felnőtt csapat kispadján ez már nem biztos, hogy elfogadható, de természetesen itt most utánpótlásról fogok beszélni. Figyelek! Hogy kezdődik egy edzés? Általában úgy, hogy megérkeznek a fiúk, lányok, én most főleg a lányokat fogok mondani, mert velük dolgoztam. Leülnek, kicsit csacsognak, várakoznak a terem előtt, és nem biztos, hogy még amikor elkezdenénk a gyakorlatokat, akkor nem biztos, hogy ott vannak lélekben is, testben, nyilván lehet őket látni, de nem biztos, hogy oda koncentrálni. Egy korábbi előadásomban említettem, hogy volt egy olyan szituáció, nálunk a Török gimnáziumban tartottunk edzéseket, hogy előttünk vannak a pingpongosok, ők levonulnak, és utána lejönnek a lányok, akik kint melegítettek. Mi a kollégával a szertárban molyoltunk, készítettük elő a dolgokat. Kiment az utolsó pingpongos is, tök üres a terem, és onnantól kezdve 12 percig senki nem lépett be a terembe, mert csacsok. Észre se vették, hogy üres a terem, és már jöhetnénk, még a napi kis történeteiket megbeszélték. Ez teljesen természetes, erre azt mondom, hogy kell hagyni időt. Én azért például elütettem a lányokat, hogy csacsogjanak, kicsit azért megvannak illetőzően, mert 130 ember előtt még nem biztos, hogy edzettek, de reméljük, hogy a csacsogás az már vége. Erre is mindenképp kell időt biztosítanunk ahhoz, hogy utána valóban figyelhessenek. Sokszor beszédtéma közöttünk, közöttetek, hogy nincs elég időnk edzeni, folyosón kell bemelegíteni, beázik a terem, elmarad az edzés, ilyen problémák sújtanak bennünket. Ezért ahhoz, hogy versenyben maradhassunk, mit tudunk csinálni, ha a teremidő be van szűkülve, minőségi, hatékonyabb, fókuszáltabb munkát kell végezni. Ezért nagyon fontos, hogy kialakítsuk azt a figyelmi szintet, és ezt megpróbáljuk fenntartani, amivel eredményeket tudunk elérni. Elnézést, de én nem készítettem PowerPoint-okat a héten, egy kicsit kidőltem, nem vírus, úgyhogy nem kell aggódni, de nem nagyon tudtam ezzel most molyolni, úgyhogy a saját portámból fogok dolgozni. A lányok, arra kérlek benneteket, hogy ki az, aki tud három labdával zsonglőrködni? Van-e olyan köztetek? Jó, akkor 4-5 lánynál legyen három labda, és szeretném, ha megpróbálnánk. Jó? Gyorsan, három labda. Állj föl, és ügyesen próbáld meg. Mindenki felállhat nyugodtan, és ha nem sikerül, akkor utána átadod a társadnak. 2 percig, amíg én közben mondogatom, hogy ezt miért szeretem ezt a dolgot. Edzés elején nagyon gyakran belecsempésztem azt. Aha.
hogy egy kicsit más csináljak. Mert ezáltal már el kell kezdeni a figyelni. Volt olyan csoportom, amikor akikkel az év elején elkezdtünk ezt, azt se tudták, hogy mi merre állnék, és az év végén mindenki tudott három labdával zsonglőrködni. Miért fontos ez a röplabda szempontjából? Nyilván találhatnánk benne közös dolgokat, de ez egy olyan kis játékos gyakorlat, amivel a figyelmét felébresztem, arra készítettem, hogy érkezzen meg az edzésre. Lehet, hogy az elején nem sikerül, akkor csináltuk rávezető gyakorlatot, most ebben nem fogok belemenni, de a lényeg az, hogy ezt érdemes csinálni, először két labdával, aztán utána három labdával, lehet párban csinálni, tehát szerintem nagyon jó dolgokat lehet ezzel csinálni. Alakítsunk párokat páronként egy labda, és azt szeretném látni, hogy óvatos kocogás, meg vagyunk, megjött a 16. kis törpe is. Nagyszerű. Akkor párosával egy labda körbe kocogás, illetve úgy induljuk el, hogy arra elindulsz körbe, és utána azt szeretném látni, hogy különböző irányváltásokkal az egész termet járjunk be, csempészünk bele futóiskolai gyakorlatokat, tudjuk mi az? Saroklendítés, térlendítés, jó, hogy fordítva mutattam, lehet indián szögdelés, oldalazó, mindenféle, és közben 2-3 méter után mindig passzold át a labdát a társadnak, úgyhogy az ne essen le. Jó? Sőt, maradjunk ezen a térféle, és itt úgy csináljuk, hogy lehetőleg ne ütközzünk össze. Jó? Na, hagyd lássad, indulj el, és passzolgatod, maradj közel a társadhoz, futóiskolát csempészünk bele, meg lehet figyelni majd a különböző irányváltásokat, nem lesz sok. Lehet ezt úgy is csinálni, ugye, ahogy sajnos sokan szokták, és nyilván egyszerűbb és kényelmesebb nekünk, mert nem nagyon kell sokat gondolkodni rajta, fölállítjuk őket az oldalvonalhoz, az alapvonalhoz, és azt mondjuk, hogy sarokrendítés, térlendítés, keresztezőjétés, és a gyerek csinálja monoton, nincsen bevonva, abszolút semmilyen késztetés nem adunk neki, hogy kezdjen figyelni. Itt már azért pár dologra figyel. Egyrészt, saját maga kell, hogy kitalálja a gyakorlatot. Kettő, figyelnie kell a labdára. Három, figyelnie kell a társára, akivel passzolgat. Négy, figyelnie kell az összes többire, mert ha összeütköznek, az nyilván balesetet okoznak. Nagyon jó csaj, szuper, megállhat, a teniszlabdáknak légy szívesabban a dobozba tegye bele azt, akinél a teniszlabda van. Most nem egy teljes edzést fogok felépíteni, természetesen ezeket a gyakorlatokat nem így egybe kell majd alkalmazni, vagy négy egybe alkalmazzátok semmiképp, hanem érdemes belecsempészni az edzés elejébe, vagy akár az edzés közepébe, és amikor azt érzed, hogy van egy kicsit a figyelmet, akkor egy picit azt feltornázni. Ügyességfejlesztés. Az ügyességfejlesztés az egy szükséges dolog természetesen minden sportágban, a röplabdában is. Nyilván ügyességet fejlesztünk, a figyelmet sokkal könnyebb fenntartani, hiszen kénytelen figyelni ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni. De hogyha olyan dolgokat csinálunk, ami nem feltétlenül ügyességfejlesztés, nem az a tanulási szempont, hanem mondjuk az, hogy elővegyük az alaptechnikákat, amit már úgy tud, hogy nem éri el az inger küszöbét, akkor az hajlamos egy idő után ilyen sablonosan csinálni, adogatás párban. Ez tök jó hangzik, csak egy idő után nem ér el hatásfokot, úgyhogy itt is érdemes ebbe beleszőni különböző dolgokat. Párosával fogjatok egy-egy röplabdát. Jó, gyertek! Kicsit közelebb jövünk a lelátókhoz. Ide kérek az oldalvonal mellett, vagy oldalvonal mentén áll az pár egyik tagja, a másik tagja meg ott vele szemben. Gyere ide! Úgy. Egész termet használjuk ki. Tehát négy páros van ezen az oldalon, négy páros a másik oldalon. Kellő távolságban legyél a melletted lévő párostól, meglátod, hogy ez miért, ez fontos. Két embernek nincs párja. Jó, megvagyunk.
mondtam, nem találkoztunk. Nagyszerű, úgy látom, hogy ezt azért húsvét évfőig tudnánk csinálni hibátlanul. Ez nagyon jó. Jó, fogd a labdát. Ki az, aki fejből tudja a hónapokat? Januártól decemberig. Lanítom mindent. Nagyszerű. A számokat is ismerjük 1-től 12-ig. Akkor ezt a kettőt kombináljuk. Mégpedig úgy, hogy aki itt van szemben a lelátóval, ő kezdje a gyakorlatot. Mielőtt érintve a labdát, hangosan kiabálja, hogy erre mi a válasz? Január! Szuper, mielőtt érintesz, vagy az érintés felettél. Mondod, hogy 2, február, 3, március. Így jussunk el decemberig. Ha ez kész, cserélj helyet, cserélj szerepet, és csináld meg még egyszer. Kíváncsi vagyok, ki lesz a legügyesebb, ki lesz a győztes, nem erre vagyok kíváncsi, arra vagyok kíváncsi, hogy ez milyen szépen tudja mindenki megoldani. Hangosan, mert a társad ugyan közel van, de van az zavaró körülmények. Na, hogy lássuk, hogy sikerült. Hangosan. És akkor szépen sétálgatok közöttük, és hogyha valahol azt látom, hogy esetleg hiba van, vagy nem hallok, akkor lehet előről kezdeni. Jó, állj meg, itt a hónapokat átneveztük. Ja, ezt lehet megcsinálni fordítva, lehet más feladatot is javni, amit én még szeretek. Cseréljetek helyet, most te vagy a főnök, és ugrunk egy szintet. Nyilván ez lehet visszafele is. Én azt szoktam mondani, azért egyet, hogy eljutottunk decemberig, és utána vissza januárig. Most az a feladat, hogy te mondod a számot 1 és 7 között. Mi lehet erre a válasz? Nagyon jó, hétfő, kedszerű, sütőt, mondjuk álmos előbb is lehetett volna rá válasz, csak az egy kicsi patkarása. Te mondod a számot, te pedig mondod a napot, de nem sorban mondod a számot, hanem random módon. Jó? Ettől hétig neked meg válaszolni kell, erre is hagyjuk egyet, persze, oda-vissza. Hadd lássuk. Egy jó szinten van már a kosár érintés, nyilván ezt a legkisebbet nem ezzel a feladattal kell kezdeni, de egy olyan pluszt adunk a gyereknek, hogy megérkezik az edzésre, elkezd figyelni, utána tudunk erre egy következő gyakorlatot, egy nehezítést majd belevinni. Menjünk az alkalérítésre, és akkor vegyük elő a matematikai kompetenciát. Három a osztatóság szabályai, tudjuk, hogy három a szorzótáblát tudjuk. Azt szeretném kérni, hogy hangosan számolod az érintéséget, és minden három a oszthatónál a szám helyett azt mondod, hogy bú. Jó? És akkor színezzük a dolgot. Minden öttel oszthatónál is. Tehát a hárommal és öttel oszthatónál ezt fel lehet építeni. Csak hárommal, csak öttel. Tehát 1, 2, bú. 4, bú. Bú. Oké. Oké. Tehát kíváncsi vagyok, hogy megvédjünk el. Eljutsz valamelyik utána próbáld azt megvédjönteni és juss el tovább. És természetesen a labda nem esik le. Kosárra kezded és csak alka. Halljam. Na, 5 javú. Továbbra is figyelünk a társunkra, figyelünk a labdára, illetve van egy kiegészítő feladat, ami nem hagyja a figyelmünket lantani. Yeah.
tartottunk 10, akkor bú, igen, ti már nagyon fiatalok vagytok, itt azért van egy-két velem egykorú, aki emlékszik arra, hogy volt ezt egy ilyen játék, talán a TV-n, hogy mondani kellett, hogy boom, és akkor nyertél. Itt most jó sok volt a boom, de csak akkor kellett volna mondani, amikor ez indokolt. Nagyszerű, páros adogatás. Tehát általában az edzésre úgy tervezünk, hogy 14-en lesznek, de akkor hívnak, hogy kis kiválsi kutyában meg kell oltani, úgyhogy csak 13-an leszünk. Csoportos feladatok. Azt kérem, most tök jó, hogy három csoportot alakítsunk ki. A labdákat gyere, tegyünk ide be a labdatartóba. Három csoport, igen gyorsan. 5, 6. Három labda maradjon. Ez a három. Három labda maradjon. Nagyszerű. Az az ötöt. Minden csoportnál legyen egy labda. Minden csoportnál egy labda. A csoportok úgy helyezkedjenek el egymással szemben, hogy a csoport fele a háló egyik oldalán, körülbelül a hármas vonalon, a másik fele a túloldalon a hármas vonalon. Kinél szokott edzésre ilyen csöndre? Gyertek ide a hármas vonalra, azt felét, tudod? Kosár érintéssel átpasszolod, átfutsz a túloldalra, oszlop mögött. Adlás. Szuper, jó, állj! Biztos csináltatok már ilyet, láttatok már ilyet. Ezt se szeretem túl sokáig, mert hogy gyakorlatilag miről szól ez a feladat. Nyilván arról, hogy egy kicsit fokozzam a keringését, futtatom a gyereket, nyilván gyakoroljuk az érintést, de igazából nem tartom fent a figyelmét egy idő után, hogyha nem adok neki valami plusz feladatot. Nyilván lehet ezt számoltatni. Jussunk el 100-ig. Még azt is meg lehet viszonylag könnyen. Következő szint. Ide is bele lehet vinni azt, amit az előtt csináltunk, csak most már csoportos szinten, hogy a hárommal és az öttel oszthatóknál búm. Jó? Most azt kérem, mert akkor az is figyel, aki idézőjelben sorban áll. Neki is figyelni kell. Mi zajlik előtte, nem csak úgy átfut, hanem közben kénytelen figyelni. Minden hárommal és öttel oszthatónál alkarral kell hozzájönni. Egyébként kosárral, de ott alkarral. Tudsz segíteni a társadnak, ha hangosan számolsz, netán figyelmezteted, hogy most mivel kell érintenie, kicsit hangolódjatok egymással. Jó? Nézd, meddig jutunk el? Nagyás! Azaz, beszélj, és szépen tartsd a labdát. Megnyitott, megnyitott. Nagyon jó. Jussunk el 30-ig. Tehát itt most labdafókusz van. Az, hogy a társadalom mit csinál,
az igazából irreleváns, fogja passzolni, nekem a labdát kell nézni, ugye ez a külső fókuszom, externál fókusz, ahogy annak idején megtanultam ezeken a megbeszéléseket. Ebből kell eljutnunk egy olyan szintre, hogyha a röplabdázást nézzük a legelejétől egészen odáig, hogy magas szint, hogy ezt megtanítsuk a gyereknek azt, hogy amellett nyilván, hogy a labdát figyelni kell, nem esett le, ez egy nagyon fontos szabály, mi más az, ami elárul nekünk dolgokat. Az ellenfél testtartása, a kezek, amikor már nem a labda kerül a fókuszba, ezt is fel kell építeni. Aki dolgozik mininkkel, az biztos sokszor tapasztalja az elején, amikor elkezdenek játszani 4-4 ellen, és megjelenik a sánc. Elkezdtétek tanítani a sáncot. Túloldalon megtörténik a három érintés, és a harmadik érintése innen teszi át az ellenfél támadója a labdát. Mit csinál a játékosunk középen? Fölugrik sáncon. Mert azt tanulta meg, vagy még azon a szinten van, hogy a harmadik érintésnél neki sáncolnia kell. Én igazából nem tudja olyan kontextusba helyezni ezt a dolgot, hogy mi az a jel, ami neki elárulja azt, hogy, vagy arra készteti, hogy neki sáncolnia kell, illetve mi az a pillanat, ami nem biztosan arra, hogy nem kell sáncolnia. Kicsit most előre rohantam, de lesz majd erről is szó. Csak hogy egy kicsit ezt értsétek, hogy labda fókusz, és ebből hogyan megyünk át, hogyan építjük fel, hogy a fókusz nem mindig a labdán van. Másik példa, a 6-6 elleni játék, center játékos, ezt is biztosan gyakran tapasztaljátok, hogy jön a bejátszás, nézi a labdát, és ide jön. Mert ugye itt van a labda, itt van a feladó. És közben neki nem arra kell figyelnie, hogy a labdával megy végig, hanem van egy embere. És hányszor mondjuk ezt ilyenkor, hogy ott az embered, őt kell blokkolnod, miért mész oda, ne menj oda. Kérdés az, hogy megtanítottuk-e neki az edzésen, hogy ne menjen oda, előidézik-e ezt a szituációt, hogy ne oda menjen. Bocsánat, igen, ezzel megyünk tovább. Most a következőnél maradunk így csoportosan. Visszalépünk olyan tekintetben, hogy nem egyből adjuk át a labdát, hanem fejfölé játszás, sőt, még azt megigazított feladással, és utána kettő választásod lehet. Az egyik az, hogy felteszed mindkét kezed az érintés előtt, vagy csak az egyik kezedet teszed fel. Tőletek pedig azt kérem, hogy miután feladta az ellenfél a labdát, onnantól kezdve ne a labdán legyen a fő fókusz, hanem az ellenfeleden, hogy a két kezét készíti fel, mert akkor hosszan fogja játszani, vagy az egy kezét készíti csak fel, és akkor kiabáljuk, hogy egy, amit Boró már érintett az előtt, ezt szeretném hallani, és akkor összerövít. Feljátszod magadnak, megigazítod, ha kell, belecsempészel még egy érintést, a lényeg az, hogy legyen egy feladás, és utána egy jól látható két kéz, vagy egy kéz. Jó? Ez innentől már a fókusz, egy kicsit máshova helyezi át. Na nézzük! Föladtam, fönn volt mind a két keze. Azt szeretném látni, hogy megszúrjuk hátra. A hátra az azt jelenti, hogy 5-6 méterre, tehát egy kicsit messzebb a állatot. Igen. Nem hallottam, hogy kiabálta volna mindenki, hogy eljött abba az osztóba, gyere! Így van. És kezd előről, minden gyorsan. Ez még mindig nyilván csak edzés eleje, ezt lehet csinálni természetesen ketten is, hárman is. Ezerfajta variáció, itt a lényeg az, hogy anélkül, hogy ilyeneket megtanítanánk a gyerekeknek, hogy máshol kell figyelni, mint a labda, anélkül nem tudjuk nem várhatnánk el a mérkőzésen, hogy ő ezt észrevegye. Sokszor én is most 10 évek dühöntem az oldalon a mellett, mert ordiváltam, hogy miért nem látja a gyerek, amikor én látom. Persze, hogy látom, mert persze, hogy te is látod, mert van mögöttünk egy kicsit több tapasztalat, mint mögöttünk, csak hogyha nem,
idézzük elő ezeket a helyzeteket, hogy ő is megtapasztalhassa, akkor nem lesz olyan élménye, és nem fogja tudni anticipálni ezt a szituációt, előrételezni. Nagyon jó. Na még egy kicsit csináljuk. Így van, csak a túloldalnak kéne kiabálni, hogy egy, azaz. Segíts a társadnak, aki előtted van. Jó. Szuper. Két nyolcas kérek szépen, mindenkinél legyen labda, egy nyolcas ide, egy nyolcas oda. Mindenkinél rá, hogy legyen öt labda. Remélem van annyi öt labda. Menjünk van. Oda egy kör, ide egy kör. Kicsit lankad a figyelmünk, akkor bedobunk egy ilyet. Kérlek szépen, alakítsatok ki egy kört. Mindegy, hogy ki az a 8, 2, 4, 6, 7, nagyszerű, 2, 4, 6, 8, 9, aki legközelebb van hozzá. Kör. Mi a kör definíciója? Nehezen kérdezem. Tőlem egyenlő távolságra kell mindenkinek. Nem ez a definíciója, de most ezt kell csinálni. Na jó, figyelj! Edzés elején szoktam általában ezt alkalmazni, kis figyelemfejlesztő vagy fenntartó, kicsit más, mint a röplabda, de kicsit kell a röplabdához, nyilván a ritmusérzék, az, hogy egymásra figyeljük, eldobjuk, elkapjuk a labdát. Azt kérem, hogy egyelőre egy ilyen röplabdás alapálláshoz hasonló helyzetben, csak magunk előtt pattogtassuk a labdát, mindezt ritmusra úgy, hogy csak egy labda pattanást szeretnék hallani. Én adom a ritmust. Vannak itt, akik zenészek? Hangszeren tudnak játszani? Nagyszerű. Hát akkor nem lesz. Innen vezetnek. Figyelj, ez lesz a ritmus. 1, 2, 3, 4. Oké? Figyelj, 3, 4. 1, 2, 3. Nagyszerű. Következő. 1, 2, 3. Negyedikre el. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Figyelj! 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Szűk. Jó, megállt. Nagyszerű. Na most akkor. Nézzél légy szíves magadtól jobbra a harmadik kislányt jegyez meg, neki fogod dobni a labdát. Aztán nézzél magadtól balra, számolj hárman, tőle fogod kapni a labdát. És akkor most jön majd a varázslat, amikor egymásra kell hangolódnunk. A következő lesz a feladat. 1, 2, 3, elkap, negyedikre, 5-re dobom a labdát, 6, 7, 8, közben elkapom, és amikor megvan a 8 ütem vége, akkor kezdem előre. 1, 2, 3, elkap, dob, 6, 7, 8. Előről 2, 3, elkap, dob, 6, 7, 8. Egyelőre egyet csináljuk meg. Jó? Hangolódj egymásra, figyelj, meg a ritmusra. Készen vagy? Figyelj! 3, 5. 1, 2, 3, elkap, dob, 6, 7. És fél. Nagyszerű. Létre fog jönni a varázslat, hatalmas tapsot fogtok kapni, hogyha megcsinálunk ebből négyet egymás után. Most még mindig csak egyet. Figyelj, pontosan dob. Mire figyelsz a dobásnál? Hova dobod? Utána már is elengeded azt a labdát, nem az a fókusz, hanem a másik, ami érkezik. Megvan? Figyelj! 3, 4, 2, 3, 5, 6, 4, 8. Nagyszerű, a második a sikerült, hiba nélkül. Na akkor most, ez még csak szorványos tapsz legyen. Most jön a lény, most jön az előadás. Folyamatosan csináljuk. Oké? Figyelj! 3, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
gondolkodásnak tűnik, vagy röplabdától idegennek, de én szoktam szeretni, és a gyerekeim is szerették, és egy kicsit egymásra hangolódtunk, figyeltünk a másikra, figyeltünk a feladatunkra, és utána már is kezdhetünk egy következő folytatást, szóval, elfáradtatok, mert akkor tartunk egy korszünetet. Nem. Így van. Ez olyan feladat, amiben a labdával együtt létrejön, manifesztálódik, fizikailag értelmezhetővé válik a két embernek kapcsolata. Ez olyas valami, amit ha tudatosan elhelyezed, akkor meg tudom mondani, hogy a tekintetével keresünk őt, más felé fordul a társ felé, tehát hogy olyan vannak azok az elemek, ami miatt ez a kapcsolat létrejön. És később már nem lesz erre szükség, mert sokkal természetesebben jön belőle, és ilyen nem ennyire konkrétan, de egymásra sokkal jobban tudnak viszonyulni a gyerekek. Szóval ilyen értelemben szerintem ez nagyon is fontos, mert fizikailag értelmezhetővé teszik az, hogy két ember között kapcsolatban. Bocs, csak egyszerűen. Köszönöm szépen. Értem, hogy elfelejted ezt a hozzászólást, hogy megerősíts engem, de örülök, hogy nem felejtetted el. Jó, lányok, tegyük le a lapákat. Párosával álljunk most össze, és kérek szépen erre az oldalra, és párokat másikra is. Mint hogyha kettő-kettő elleni játék, mintha ilyen strandlöpi szerű lenne. Labda marad itt, én fogom majd dobálni. Kettő-kettő ellen. Szépen egymás. Egy páros a pályán, a másik mögötte van Máté. Strandlöpi. Tudjátok? Itt most kevés a homok. Nagyon jó sikerült megint elosztani a 16-ot. Testvérjesen. Nagyon jó. Egyszerű a feladat, dobom a labdát, két évig, vagy három évig, és kijátszolt alkal kosárra, és utána átteszed a túloldal. Annyi kérdésem, hogy a hármason belüli területre ne tegyük át a labdát, hanem hosszan hátra. Miután ez megtörtént, átfutsz a túloldali sor végére. Jó? Ilyen egyszerű. Nyilván ezt is nagyon-nagyon sokáig tudnám csinálni, most azért hagyom két kört, hogy a lányok egy kicsit hozzászokjanak most már a nagyobb térhez, és esetleg észrevegyék azt, hogy egyes csapattársaik megszólalnak az érintés előtt, és hát ez ragályos lesz, és végül mindenki megszólal. Szuper! Jó, már is kapcsoljuk vele feladatot. Hagyjad. Ez az oldal arra támad, amerre akar. Magyarul, vagy vonalba, vagy keresztbe. Szépen tisztán szeretném, hogy pontosan kereszt, vagy a vonal irányt passzol. Ez az oldal viszont kötelezően csak vonalba passzolhat, támadhat, azt tudjátok, az az egyenes, két kézzel. Szeretném látni, hogy a túloldalon, a védekező oldalon, azon az oldalon, ez megfelelő válaszreakciót szeretnék látni, ugyanis, hogyha azt látod, hogy ezen az oldalon védekezett az ellenfél, akkor ebből már te tudod, hogy melyik oldal fog támadni, ugyanez. Tehát a következő páros ennek megfelelően helyezkedik. A vonaltámadással szemben hátul maradunk 6 méteren, és a társa a túloldalról be kell, hogy lépjen a hármason belül. Fókusz. Nem a labdára fókuszálok már, taktikai környezet megjelenik. Figyelem azt, hogy hol történt a védekezés, az számomra a jel, abból tudom én a saját válaszomat meghozni. Minél előbb meghozom, annál sikeresebben tudok majd védekezni. Nyilván ez egy viszonylag alapszint, de ezt tudjuk majd fölépíteni 6-6 elleni játékban is. Kérem a labdát! Tehát magyarul ti azt
csináltok, amit akartok. Arra támadtok, amire akartok, de innen mindig vonalba kell visszatámadni. A forgás ugyanaz. Csak tegyük ki a szélére. Igen. És már figyelj. Nagyon jó. Beszéljünk, figyelj, készülünk, így van. Azaz. Adjad, dobom, figyelj. Nagyon jó, itt segített a társának, mondta, hogy kereszt. Hány meg egy kicsit? Miért mondtad? Látta, hogy befordult. Nagyon ügyes. Kasa. Miért látta, hogy befordult? Mert őt néztem, mert átnéztem, őt néztem, igen, nem a labdát. A hétvégén volt szerencsém a piros pontot írt be, ellenőrzők majd hozzá. A hétvégén Szegeden voltam, mert segítettem még a Gödöllői klubnak, és azt láttam a gyerekeken, minivel, hogy még abszolút nem tudnak figyelni. Tehát, hogy jött a bejátszás, és így befordult a kislány, és nyilván átvette oda. Nem veszi észre, mert a tekintete a labdában. Nyilván van egy lépcsőfok, amikor ennek tehát ezt meg kell érezni, hogy mikor van azon a szinten, amikor már egy következő nehezebb, bonyolultabb feladatot adhatunk neki, de ezt is meg kell tanítani. És talán mondjuk, hogy nem látod, hogy átette? Nem látja, mert a labdát nézte, és a labda nem árul fel, mert az mindig ugyanolyan kerek a levegőben is, meg itt rend is. Nézzünk át! Igen. Most azt szeretném, hogy ott a túloldal határozottan árulja el, hogy merre fogja. És így pedig mondjuk be, hogy kereszt vagy vonal. Kérem. És már meg. Na igen, abból nehéz. Emel föl. A fagyat, 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 fagyat. Gyere. Jó, próbálj megszólalni az első érintés előtt. Így van. Innen csak vonal van. Kicsit nem figyeltünk. Így van. Honnan innen szabad keresztet erről a térfélről? Nem. Jó, kérem szépen. Ha jól figyeltétek őket, azért volt egy-két olyan páros, aki nem reagált el a dolgot, annak ellenére, hogy megmondtuk, hogy innen, megmondtam, hogy innen csak vonalat lehet. Mégis bejöttek, és a második, harmadik ismétlésszám után már kiestek ebből a dologból, és nem helyezkedtek megfelelő módon. Egy kicsit lépünk. Minden párosnál legyen a kezetekben egy labda. Három érintést ki kell játszani azzal a labdával, amit én dobok, a másik labdát egymás között passzolgatni kell úgy, hogy ne essen le. Bárhová át lehet tenni a labdát, de továbbra is hármasan kívülre. A feladat az, hogy egyik labda sem eshet le. Jó, itt már egy nagyon komoly időtényező bejön, úgyhogy figyelni kell, hogy mikor kell ezt a dobást elvégezni. Hangosan halljam, hogy kommunikálsz. Szólsz, hogy enyém. Ha itt, ha nem szólsz, akkor az a labda le fog esni valamelyik. Figyelj! Visszadob, azaz, átvesz. Aha, és. Így van. Így van, figyelj. Jó, gyere át, következő. És na. Ki nem dobtad? Szép. Próbálj nehéz helyzetet teremteni az ellenfelednek, aki a túloldalon van. Ez nehéz volt. Gyere, 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 gyere! Hogy tudsz neki nehéz helyzetet teremteni?
itt már váltani kell a fókuszot közben, és már kapod azt, és már dobod, és van. Gyere még, gyere, gyere, gyere! Jó, figyelj! Adjunk segítséget! Ilyenkor, ha nem lehet. Mikor érdemes eldobni ezt a labdát, ami a kezedben van? Amikor már tudod, hogy te fogsz beleérni, dobd el a labdát. Mondja Lilla, nagyon helyesen. Ne várd meg, még idejön, mert akkor nem lesz ideje a labdának átjutni a túloldalra. Hova dobod a labdát? A társadra. Tehát így állunk, onnan fog érkezni egy labda, látom, hogy Annabel ott áll, pedig jók voltak az esélyeim. Tehát látom, hogy ott áll, érkezik felém a labda, már is dobom neki. És utána már csak arra figyelek. Jó? Tehát próbáld a döntést meghozni, kommunikál, enyém, dobd a labdát, majd kezdődjön a játék. Figyelj! Nem hallottam. Jó, minden érintés előtt kiabáljuk, hogy enyém. Ennél hangosabban. Enyém! Így van, és? Aha. Csak nem elég megszabadulni a labdától, utána pontosan jársz föl kettőt, közé olvasod. Egy. Új rekord, egy. Gyere, megbentjük, figyelj. Figyelj. Egy. Így van, kettő. Gyere, 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 gyere. És dobj vissza, most nyugodtan magasra. Három. A magasság a barátok. Ez a terem egész jó. Lehet szépen magasan játszani. Jó, szuper volt. Egész jó volt. Maradjatok ott. Kérem ide a labdákat. Tedd bele. Alakuljanak hármasok. Döntés. Időben meg kell hozni a döntést ahhoz, hogy ugye válaszreakciókat tudjunk adni rá. Figyeljük. Menj vissza. Kettő, három, négy, öt, hat. Még kettővel menj át oda. Gyere. Lilla és Anasztázia. Az is nem. Úgy, három ember beáll, a többiek beáll a szépen mögé, egyes oszlopba, egy a közepén, hatos hely mögött, egyes hely mögött, ötös hely mögött, itt is. Nem lesznek állandó hármasok, mindig mással leszel. Három ember kérek szépen. Bejátsza, feladja, átteszi. Mi az első döntés? Ki játsza be, ugye? Szólsz. Én. Mi a második? Ki adja föl? Így van. Kinek kell meghozni ezeket a döntéseket? Csak annak, aki végrehajtja? Nem, mindenki más. Mindenki másnak is dolga van. Sosincs az öklapta érkezésem, hogy nincs dolgom. Mindig figyelnem kell valamire. Ezt kell megtanulnia, hogy mikor, mire figyeljek. Ugyanis most, aki át fogja tenni a labdát harmadikra, annak hasra kell feküdni azelőtt, mielőtt átteszi a labdát. Jó? Tehát magyarul, ha jön a labda, bejátsza Gyulcsi, valaki fel fogja adni, valaki meg átteszi. Rajtatok múlik, hogy ki hogy dönt. Jó? Három érintés. És menjen át szép magasan. Figyelj! Így van, egész jó volt. Gyere! Valamivel segítened kell a társad, hogy ez zökkenőmentesebben menjen, amellett, hogy természetesen a magas érintésekkel mindenképp segít a végrehajtás. Nagyon jó. Figyelj, elfáradtatok? Azért fekszetek ennyit? Nagyon jó. Nézzük meg, hogy hol lesz az, amikor a legoptimálisabban
optimális időzítésben ez már közelít ahhoz. Ajaj, csúszás lesz időben. Kosár!
Egy. Ki van egy? Egy. Így van. Alkat. Nagyon jó. Figyelnie kell az érintésre. Nem érhet hozzá akárhogy. Kénytelen figyelni. Tehát ez már, amikor átmegyünk a labda fókuszból,
arra, hogy az ellenfél testtartása miről árulkodik. Majd később ezt látjuk-e az ellenfélnél, vagy ezt látjuk az ellenfélnél, egész máshogyan kell reagálni. De meg kell tanítani az elején, hogy igenis labda. Ha azt látod, hogy a labda először, ennek az első fokozata az, hogy a feladás, ha elindult, akkor indul el csak a végén. A következő szint, amikor már a feladás megelőzően valamilyen jel elárulja nekem azt, hogy ne erre fog feladni, akkor indul el a végén. Jó? Na próbáljuk meg most. Hol voltál? Várjál. És fölad. Már itt vagy. Nem jöttél közelebb a túloldalról. Készülj. Mindenkinek feladata van. És készülsz, készülsz. Merre fordul el? Már itt kéne legyél. Gyere vele szemben. Még egyszer. Ide. Odafordul. Így van. Jó, nagyot ugrunk előre, alakuljon 4-4-es. Nehéz lesz, mert 16-an vagyunk, tehát azért ez egy komoly matematikai feladvány. Gyors, 4 pályára, klasszikus mini formációba, előre egy középen, hátul egy középen és két szélen. Gyere, világ, nagyon jó. Júlcsék, menjenek át a túloldal. Ott vannak. Akik azért már magas szinten játszanak minit, ott azért már elég komoly kis labdamenetek vannak, de nem biztos, hogy azért alakul ki ez, mert a fókuszuk a helyén van. Nagyon fontos ezt megtanítani a gyereknek, hogy mikor, hova nézzen. Most a következőt szeretném látni. Te már, mint feladó, adhatsz föl előre és hátra. Ez mit jelent a védő szempontjából? Hogy csak később tudsz elindulni. Nem indulhatsz el a befordulásra. Tehát számodra most mi lett a jel? Mi lett számára a jel? Mielőtt elalszottak, így ebéd előtt, vagy ebéd időben. Feladásnak a irányra, szuper, tehát az irányra jel, tehát csak a jelre indulhatsz el, ami most az irány, tehát egy kicsit később tudsz elindulni, oké? Okay? Ugyanúgy azt szeretném látni, hogy érkezel, aki mögötte van, tolódik hátrébb, a túloldalon pedig jön középre. Még kettő dolgot, illetve a tulajdonképpen egyre két fajtája, vagy két kézzel támadunk, vagy egy kézzel. Ha egy kézzel támadsz, időben ülj föl a kezed, szeretném a túloldalról kórusba hallani, hogy igen, oké? A hangmagasság az minél. Miután áttetted, maradsz a saját oldaladon, beállsz hátra, és úgy jössz vissza, hogy forogtál egy. Na gyere! Nagyon jó! Figyelj, merre ad! És már indulsz! Aha, ott le van, hogy fog tette a föl! Az aranyszabályt betartottad, a labda nem esett le, szuper, de nem foghatod meg, jó? Tehát az, attól még maradsz a feladó, hogy ilyen kizártál védekezni. Készülsz, és jössz, és már fordulsz, és feladsz. És már ott van. Mit csinált ő? Egyet kiszólt, semmit. Ennyi. Ki kell alakítsuk? Figyelj! Aha, itt voltál és minden nézte fel a dolgot? Nem tudod még. Jó, itt álltál végig, és mintha rákóba léptél volna, és nem tudtak volna elmenni. Odafigyel, mindig a labda felé, és megyek oda, ahonnan érkezik a támadás. Következő négy is, hogy jövünk, ide. Gyere, és már ott adok el szembe! Elő! Amire rámozdulok, a
nem fog megsértődni, hogy te megfogod a labdát. Az mindenkinek jó, ha megfogod. Nem megyünk át másik oldalra. Merre? Hátul. Be is mondtam. Egy! Aha! Most nem a kezét nézted, hanem a labdát. Próbáljuk a feladás után az ütőt figyelni. A labdát attól még látod? Ennyi. Gyere érte. És. Uha, kicsit később volt a csere. És föl kell adni. Gyere, messze voltál, gyere. Kettő négyes van mind a két oldalon, tehát sok időd ott hátul büfézni nincsen. És ott 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 kéne lenni a középső. Yeah.
helyén igen szó. Hangos van, nem hallotta senki. De szépen észrevettem. Megosztásra, és egy idő után már a 50
60 elérése, az egy komoly teljesítmény volt már, és meglehetősen könnyedén elérték. De most tűzzük ki magunknak a 10-et, hogy ez sikerüljön, és meglátjuk, hogy sikerüljön. A feladat a következő. Ugye már is dupláztuk a labdák számát. Hátulról, középről indul a gyakorlat mindig, bejátszod a labdát a társadnak, most csak dobd be neki, hogy a megvédelem, kapd el, így van. Te feladod valamelyik irányba, mindegy melyik irányba, add föl mondjuk ide, te meg oda, fogd meg, úgy, és te fogod áttenni. Oké? Amikor megtörtént a feladás az egyik oldalon, a hatos helyen lévő játékos odatolódik mögé, te maradsz, és belép helyére egy új. A következő. Így van, itt is. Belép helyére egy új. És amikor áttesszük a labdát, gyakorlatilag újra három védő van velünk szemben. Miután áttettem a labdát, feladó lesz belőle. Juhá, bonyolodik. Miután áttettem a labdát, belépek és én leszek a következő feladó. Aki feladó volt, elmegy a túlsó sor végére, és beáll a sorba. Oké, most maradj itt. Ennyi, forogjuk vissza. És azt szeretném számolni, hogy azt számoljuk, hogy hányszor ment át a labda egyik oldalról a másikra, hiba nélkül. Muszáj figyelni. Nincs olyan, hogy nem figyelsz, mert ha nem figyelsz, és nincs, aki segítsen rajta, le fog esni a labda. Viszont ha figyelsz, akkor lehet, hogy a társad hibáját is ki tudod javítani. Magas kosár érintésekkel próbáljuk meg elkezdeni, és akkor utána, amikor ráérzünk, akkor mondom majd, hogy hogyan lépjünk tovább. Jó? Tehát figyelj, egyszerre kezdjük, és próbáljuk megtartani a ritmust. Hagyás, és kezd, bárhova adhatod föl. Így van, és te még föladni a játéket. Állj meg. Ott, ha a sorban elalszunk, az nagy nagy, kérem visszaadni. Illetve, nem, te kezdjük. Jó? Figyelned kell hátul is, senki nem aludhat. Amíg nincs kész a tűz, nem megyünk el. Szoktam mondani, de most nyilván ez nem biztos, hogy népszerű lenne. Na nézzük, figyelj. Felad. És át. És, föl kell adni. Aha. Jó. Mi történik, miután áttetted a labdát? Mire kell utána figyelned, Lilla? Miután áttettem a labdát? Mi a következő? Megyek feladni. Szuper. Miután bejátszottam, mi a következő? Lehet, hogy támadok. Oké? Hátul a sor elején állok, ne kell lépni. Mindenhol más a feladat, lépj oda, kérlek. Mindenhol más a feladat, és ezt tudatosítani kell. És erről szól a sportág, a röplabdázás. 6 ember van a pályán, mindig máshol, mindig máshol. Na csináljuk meg ezt a 10-et, hogy mindenki elhiggyen, hogy ez nem egy földön túli történet. Na, adnás! Bejátszol, és közben beszél, emel, és átteszed. Így van, és négy feladat. Egy! Közben számoljuk. Figyelj, állj meg. Meg volt a kettő, kérlek, hogy oda a középsőnek add be. Gyere, gyorsan, rendező. Mindegy, hol vagy. El kell kezdeni. Figyelj. Épp. Magas feladás. Mikor megy? Ácsi. Komoly személyiség fejlesztő gyakorlat ez szerintem. Az első alkalommal 48 percig csináltuk. Egy játékosomat szerintem én ott vesztettem el, mert kb. 35 perc után akkor át belerúgott a labdába, hogy el is zavartam, ott egy kicsit megtört a kapcsolatunk. 15 szülő várt rám a bejáratnál, mert 20 percet rátoltunk az edzésre, hál' Istennek nem jöttek utána. Időnként megállítottam és elkezdtem mondani, hogy most mi zajlik bennetek, hogy már mindenki hibás volt. Én még nem,
már mindenki más hívás volt, elkezdtem mással foglalkozni, elkezdtem fáradni, kifogásokat keresni, csak ettől nem lesz vége a gyakorlatnak. A gyakorlatnak akkor lesz vége, hogyha elértük a meghatározott darabszámot. És amikor átfutok, csak az volt hiba, ha leesett a labda. Hozzájött bármihez, vagy másért hozzá, nem érdekel. Tehát akár átfutás közben, ha valaki észrevette, hogy nem lépett be feladni a társa, akkor belépett, vagy hátulról belépett valaki helyett. Mert figyelj! Na most ez a te feladatod, hogy figyelj minden szituációban. Jó? Tizet csináljunk. Figyelj! És! Tudod, lehet beszélni, hogy hova jársz? És ki fog? Na! Átsuk! Add vissza. Oda a hatosnak. Mi az egyik legnehezebb pontja ennek? A fókusz, hogy egyik labda eddig, és onnantól a másik. Bejátszottam mérkőzésen a labdát, és utána nem azt csinálom, hogy de jó, bejátszottam. Hanem bejátszottam, és megyek ütni. Vagy feladtam, én gyakran csináltam ezt, és apám, de jó labda. Csak éppen menni kéne mögé, és biztosítani az ütőt. Vagy nyitottam egyet, és hogy ez tökös. Csak nem ér semmit, mert utána kimaradok, hátul is visszaesik a labda. Figyelj, egy szabály nagyon fontos, nem esett le a labda, tegyél meg mindent. Nem érdekel, hogy ki jön, vagy elrontod a forgást, labda ne essen le. Figyelj, és emel, föl a beszélés, magasan átesz. És figyelj, ne menj el, mert föl kell adni. Egy, számoljuk magasan, aki hátul van, kettő, föl kell adni. És azt is meg lehet fogni, jó? Meg volt a kettő. Nagyon jó. Ezt kell még ötszöröznünk. Oda gyorsan egy ember nékemmel, ki nem figyel? Ott állunk a 8-as pénztárnál, és várjuk, hogy Marika néni tegye ki a Tesco-ba a zsümlét, és nem figyel. Ne sorba állj, figyelj. És teszel, és már figyelni kell. És csak nem figyeltünk. Na, következő. Gyorsan, te visz. Oda. És teszem át. És megyek, föl kell adni. Aha, igen, az nagyon fontos. Jó, ez a hiba sokkal jobban tetszett, mint az, hogy valaki nem lépett be a sorba. Jó, tehát ezt én jó hibának hívom. Valahogy oldjuk meg. Valaki menjen le. És figyelj! És hopp! Számol, hátul, egy! Gyere, akarod megcsinálni? Mire vártál? Ennek. Kezd előről. Ne várj, ott a labda, megy. A társam nem fog megsértődni, hogyha én átteszem helyet. Lehet, hogy neki kellett volna. Ezekből kell kitörni. Nincs az, hogy neki kellett volna. Ő a feladó, hogy megvan címkézve, feladó. Csak ő adhat fel. Nagy pályán mindannyian játszottok, ugye? Hogy szoktatok játszani? Milyen rendszerben? Hány feladó van? Kettő feladó van, jó? Akkor egy nyitásnál hány ember fogad nyitást? Három. Ki mond más? Hat ember fogad nyitást. Mindig. Most is mindenkinek kell figyelni. Nincs mások hátra, 10 percünk van, utána óriási zúgolódás lesz az a döntőköncert, lehet, hogy még le is jön pár ember, és azt mondja, hogy csináljuk már meg. Jó? Figyelj! És! Beszélj, nyugodtan, beszélj! Mondom nevét! Így van, föl kell adni! A föl is tedd át! Így van, kettő! Hozz helyre! Aha! És tedd át! Három! Erre van szó! És jön a negyedik! Ott van a másik labda! Jó, állj meg! Bravo, szintet lépjünk! Elkezdték figyelni, a forgás miatt állított volt. Na és ennél sokkal nagyobb tapsot fogunk kapni pár perc múlva. Kezdj el figyelni! 4-ig eljutottunk, szuper! Na nézzük, második! Figyelj, beszélsz, így van, átteszed magasan, és nézd föl adni.
segíts neki, hogy ki fog föladni, hátulról lehet diktálni, ott jön egy labda. Jó, következik. Tessék. Nyugodtan, hátulról lehet. Állj, ne, 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 ne. Ti egyébként ti mindannyian ismeritek egymást? Nem? Jó. Akkor azért nehezített pálya, de próbáljunk egymásnak segíteni, aki tudja a másik nevét mondja, hogy te fogsz szaladni, figyelj oda, figyelj, és... Így van, és ám tesz, egy, valaki, ha, nagyon jó. Jó, merjünk nagyot álmodni, öt. Jó, négy volt, döntsük meg a négyet. És akkor mindenki szabadul, azt kérem vissza. Figyelj! És! Egyszer, egyszer. Jó, egy, számolj, te azt tudod! Bravo! És föl kell adni valakinek! Ne! Ne tészre, hogy ő elrontotta! Nagy lény, szuper, állj meg! Három volt. Következő, menjünk tovább, menjünk tovább! Nem számoljuk a hibákat, csak a jót számoljuk. És. Halló, hátul! Gyere, még egy picit. 5 percig koncentrálj, lehet, hogy annyi se kell. És. Gyere, egyén tartunk, nem hallom a számolást. 2. Figyelj, föl kell adni. Jó, állj meg, gyere, tovább. Nagyon fontos, térítésre figyeljük. Ha rámegy a labda a hálóra, az tök jó, nagyon fontos, de hogyha egy picit átmegy, 5 centivel átmegy, akkor már nem tud vele mit kezdeni. Míg hogyha csak ide akarom bejátszani, akkor itt mindegy, hogy hova megy, hogyha egy méterrel ellép, ide tud jönni, érte, csak a túloldalra nem tud átmegy. Szép magas passzokkal, soká munkával, és figyelj hátul. Ne aludj. Rozik. Na, gyere, és. Beszél, kinek fogod fölött? Magas. És játszik valakinek föl kell adni. Egy, számolj hátul. 2. Nagyon jó. Így van. Fókusz megosztás, váltani kell. Másik labda van onnantól, hogy átmentesz. És most már másik labdát fizet. Gyere. Ha nem csináljátok meg ki, akkor az edző kollégáknak kell lejönni és megcsinálni. És föl kell adni. Egy, mi jár? Figyelj, mert már jön a másik labba a túloldalról, ne azt nézd, hogy jó? Gyere. És figyelj, várjál egyszerre, ez fontos. Egymásra nézzetek, összehang, és meg. Egy. Gyere. Szépen, pontosan, messzire állatok. 2. Fogd el a... Ácsi. Ha még egy dologra figyelsz, mint az őrségváltás, addig nem mehetsz el, amíg nem jött helyetted más. Tehát, miután feladtál, ott van egy kis időd utána, nyilván kihúzódsz, de hogyha azt veszed észre, hogy a társad picit elvangult, akkor akár ne segítesz neki. Maradjon! Biztosít, hogy tuti feladja valaki azt a labdát, mert közös érdek, hogy meglegyen az öt. Nézzük! Én! Yeah.
hosszal. Kettő, ez az, hadd halljam, hátán segít. Jön a harmadik, hosszal, ő kell adni. Na figyelj! Na nézd! Figyelj, magasan és hangosan! Egy! Minden! Kettő! Figyelj! Kettő! 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 Három lesz! Kettő! Adni! Jó, gyere tovább, tovább, tovább! Egy biztos! Addig kell próbálkozunk, amíg nem sikerül. Nem veheti a kedvünket az, hogy sikertelen próbálkozásokon vagyunk túl. Na nézzük! Magasan, precízen, és már mögötte készül. Figyelj! Kettő! Fölad! Egyen kevesebben vagyunk, gyere, föl kell adni! Három! Gyere! Rajtunk múlik, hogy az elején hogyan építjük fel
a gyerekeket. Hogyha esetleg lenne valaki olyan, aki észszerűtlenül feltenne egy kérdést, ezáltal feltartaná a többieket, arra megpróbálok válaszolni, de ha nem, akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmet, adminisztratív kötelezettségeiteknek tegyetek eleget és írjatok alá, és találkozunk valamikor, ahol köszönjük, hogy eljöttek. It's so